Nos, sziasztok fiúk és lányok, üdvözlök benneteket egy újabb hét sorozatban, amit most fogunk csinálni. Meglássuk, hogy milyen helyszínen állunk elő. Hoppá, hoppá, látom, ez az utolsó része a Human Labs-nek. Na, akkor vegyünk elő a boci mobilunkat, és akkor sorsoljuk meg majd a kedves játékosokat, akik szeretne velünk játszani. Először egy kis piros bort iszunk. Tesszük normál fokozatra, na, azt mondják, hogy így a legjobb. Settings, ezt kinyissuk szokás szerint, és meghívjuk itten a kedves játékosokat, addig is várom, majd mindjárt újra visszajövök, amikor már telt hát ez lesz. Na, mi akkor az jó lesz? Na, látom már, a srácok már kezdenek befele jönni, ilyen, sose nem jöttek be, amióta helyeztezek. Lehet sejtik, hogy ez egy jó pálya, és ez egy jó játék, és azért? Na, hát ki tudja, majd egyszer majd megkérdezem tőlük, nem tudom, mikor ne kérdezitek. Na jó, srácok, már bocsó, fel ezt ilyen hülyeségeket beszélek itt általában. Jaj, na akkor lássuk, hogy mi a helyzet. Most már komoly venni a szót, hogy... Na, kotyogatunk egy finom, piros bor, vagy valami üdítő. Vagy valami... Ja, nem tudom. Hoppá, ú, de megijeszthetem, láttátok? Hó, szerintem is megijedt. Na, itt van ez a... majdnem kimondtam, inkább nem mondom. Mondjuk nem lehet ezt képelni, hogy ne halljuk ezt a sok. Csak ez az, hogy én nem értem. Nem értek így angolul, sajnos. Szóval úgy lehet mondani, hogy 50%-ot igen, de... Olyan perfektum, nem vagyok benne. Na, szerintem elmondtam mondani, vagy a viszontlátásra, soha nem viszontlátásra úgy akartam volna mondani. Na, most komolyra fordítva a szót, mondjuk én így, te leszel ebben, te leszel ebben, és a másikával. Na jó, van, a szokás szerint elosszuk testvériesen a pénzt, ha nem bánják, remélem, hogy nem bánják. Oké, na most, hogyha tetszik nekik ez a szép kis összeg, akkor akceptálják, és akkor hajrá! Na? Mire várunk még? Lehet aludt, vagy lehet elment inni pohár vizet, vagy szukkot, hogy ki tudja. Na, végre valahára meggondoltam magát a srác, és elfogadta a feltételt, oké. Okay. Itten nem is tudom, hogy mibe ötözzek. Valami más választása. Jó, de mi jó az a szel, akkor meg fogom venni ezt a tény is magamnak. De menjek kiszol, gentlemen. Addig válasszok még itt ezekkel, ha? Ezek vannak. Hát szerintem mi sokkal szexisebb ez a kis csajcú. Látom, oda rá, de... Nagyon jó. Na, még egy játékosra várunk. Most már nem.
Na most jön az a rész, ami még nem volt, srácok. Hogyha fog sikerülni fejnként, 67.000 dollárt fogja ütni a markát. Jó, megint egész odaig el kell menni. Mamma mia, Madonna Clara, oh Missouri, Szent Havakok. Na de se baj. Valamivel most már jobb kedvem volt, mint az előtt. Mikor vittem az előző rész is, srác, konyt lekillautom azon az egy pályán. Még most én ide elhiggyem, hogy sikerült. Na de se baj. Így jártam. Lehet eddig büntibe voltam. A fentiek meg büntettek ezért, mert valami nem tudom. Na jó, akkor. Na, mi megint oda elgurulunk. Jó. Opa! Jó. Aztán már lemelt oda a szakadékba, srácok. Nem tudom, srácok, valamit hallottam, de még nem 100%, hogy újabb helyisztet megkezdenek csinálni a Rockstar. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Egyáltalán, hogyha ki fogják adni még ebbe az évbe. Én ahol olvastam a pcforum.hu-nál, hogy eddig úgy látszik, hogy egyik újabb helyzetet csinálnak a készítők, de amúgy én nem is bánnám. Ne csipem. Csak kár, hogy nincsen ilyen egyszemélyes szó, hanem hogy egyedül tudnám megcsinálni mondjuk egy pályát, hogyha a többiekkel nem sikerül, vagy nem akarják megcsinálni veled, vagy ilyesmi. Na. Jó, de sok itt a kanyar. Vagy kinyír a kanyar. Na, hello! Megelőzik ezt a tiszt, remélem nem megyek neki, majdnem is sikerült. Nem igaz, a hátsó lámpád, pont a bali, csak szólok. Bocsi, én még kezdő tanuló vagyok. Hoppa, ennek még a jobb, nem még. Mi, ezek pont az útban állnak, hogy ne tudjak átmenni. Ajjajjaj. Új bizony. Né, várjatok meg, ne szálljatok felé nélkülem. Nem akartok még várni? Ez még nekem jön szembe. Á, micsoda egy sofőr. Oké, én is itt vagyok, várjatok. Erről a szép kis helikopterre megyik. Drága barátom, mit csinálsz te ott? Jaj. Azt hittem, hogy hozzánk való vagy, de nem. Már csak itt tudom kilőni a halakat a vízbe, srácok. Okay,
Elég jól lehet lőni. Eddig még sose próbáltam. De zsé, nem rossz. Nem tudom, hogy is van, hogy ők ketten kiugranak majd a helikopterbe, és akkor mi ketten maradunk. Á, ott alul van neki ott az a... Aha, puska, amit szól, mivel lehet lőni. Szerintem úgy lesz, hogy ők kiugranak ők ketten. És akkor még itt fedezzük a dolgokat. Azt ott nyomjam meg. Juhuhu! Száguldás minden vágyakon. Kis bukfent, ez az. Elővesszük, csak 3 sticky bombon volt, bombon. Micsoda, éjjel látom. Nem én voltam. Csoda kreatív lettem így hirtelen. Hello. Dugd ki a fejedet, sasoljon meg. Vagy már meghalt? Jó, de furcsa. Éjjelátó van. Én nekem olyan rossz akár sonos, srácok, hogy amikor cségóztam is régebben, 1.6-ossal. Jaj, még az 1.6-ossal is akarok mondani. Akkor is ezt újra töltöttem, pont akkor, amikor nem kellett volna. És megöltek. Engedje csak égémet előre. Nem takarsz tőlem aranyapán. Szerintem adjátok fel, mit megjöttek a profik. Nem látom, hogy hol kell menjek. Hú, vannak a szöcskék. Belédereztem az összes holmot. Egy tárolmot. Mármint golyókra gondoltam. Alig látok, srácok, itt valami. Ez az enyém volt. Legalábbis. Még messze kell menni? Hol a kijárat? Mi ez a zöld pegy, srácok?
Ilyen belépőkártya? Zsír. Itt mit keresünk? Lala! Hát majdnem a fejemhez nyomt azt a székes srácok. Valami adatokat el kellett lopjunk innen. Merre kell menni? Menj előre! Megutálnod. Júj! Hú, basszus gitár, de meg ilyet! Nem! Nem lehet tőle, hirtelen fél. Ettől a ponttól. Biztos legyen. Oda szívesen lök neki ilyen flashbanget. Hú, de durva, nem látok semmit. Soha megyünk. Basszus, de jó. Hadd de mondtam, a víz alatt megy. Én meg a srác után nem tudom, merre kell menni. Ott van a térképen, most látom, hogy... de gyönyörű. Nagyon csodálatos ez a küldetést. Imádom. Ha lehetne, még egyszer megcsinálnám. Komolyan srácok, nem azért, de... hogy annyira dicsérjem. De nagyon szuper. Tetszik. Itt még nem voltam még. Igaz, amikor csináltam pont ezt a küldetést még a PS3-oson, akkor a helikopterre ott kínlottam, ott szenvedtem lelőni ott az ellenséges helikoptereket, még a tudom én miket. Nagyon jó, szuper, gyönyörű, imádom. Én nem tudom, ti hogy vagytok veled, de szeretem az ilyet. Most így víz alatt meg minden. Csak nem tudom, mennyi van még belőle, vagy meddig. Szerintem a vége kell legyen. Remélem nem fog lemerjön a kontrollere, mert az előbb is a visított, hogy... Na. Hogy fel kéne tölteni. Ha lemerül, ott úgyis ott a másik. Nagyon szuper, hogy megcsináltak ezt a játékot. Szerintem már kint is vagyunk, igaz? Fel kell menjünk a felszínre. Oké, és hova? Oldani aki a partra? Na, még egy kicsit én, jaj, de szuper. Nagyon zsíra játék, srácok. Jó, a szignálok nincsen, az mondja, hogy... Le tudod osztani, drága barátom. Ez az. Húzzunk elfelé, mint hogyha itt se lettünk volna. Hú, már maradt a dobósörből.
Hoppa! Hol a busbánodban van, mert nem látom. Itt kell legyen előttem valahol. Ah, itt hol van? Én csak lövök. Na ott van, menjünk feljebb, mert nem tudom elkapni. Nem baj, eddig a másikat. Jó, sikerült. Zsír. Nagyon jó. Na, na srác, én így szeretek játszani. Belső nézet. Itt van a drága pilóta, itt van a izéja. Ah, de jó néz ki. A műszerfal neki. Ugrodjak ki! Á, hogyha én kiugrok, srácok, aztán amúgy bukta lesz az egész. Inkább nem. Mencskedem még egyszerűre csinálni. Aha, elég zsír lőni. Jó, még így lefele is. Nagyon jó. Ah, oda le kell szállni, ki a van. Ne csináljunk annyira feszkot, mert tényleg valami nem fog sikerülni, akkor bukta lesz az egész. És én azt az egyet én nem szeretném. Ez az. Nagyon zsír. Na most látszok, most viszont sikerült a küldetés, mindenkinek fejenként 67.000 dollár üti a markát. Ez a küldetésén. Mi az? Hát csak ide nekem, dugjam a popsidot, bum. Jé, kaptam egy kézigránátot. Jaj, fel kell robbanszom. Wow, mint a moziból, mint a filmekben. Nagyon zsír ez a küldetés. Én lesrácok. Nekem nagyon tetszett. Megmondom, ugye, hogy van. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem nagyon is nagyon tetszett. Szívesen megcsinálnám még egyszer. Már nem azért. Itten bulizunk, ünnepelünk, hogy végre sikerült a küldetés, és befejeztük a Omani Labs Raid-et. Csoda látvány fogad bennünket. Itt vagyunk a bárba, Scriptis bárba. Na de se baj. Oho. Na jó, srácok. Na jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és segítettetek ebbe a küldetésbe megcsinálni. Megkaptátok a pénzt, lássam csak nekem is. Hát igen, tényleg megkaptam. Igen, elfogadlak barátként, mert segítettél. Nem csak azért.
Na jó, ennyi volt fiúk és lányok ebből a videóból. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Remélem tetszett nektek is ez a küldetés, mert nekem nagyon tetszett. És meg vagyok a elégedve, megmondom őszintén. Na, sziasztok!